Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió pénteki híradóját látják. Nézzük fontosabb híreinket röviden. Közgyűlés. Sopronban is a takarékosság a cél az energiaválság idején. 40 éves jubileum. Kerek évfordulót ünnepelt a folyton fejlődő Csonka és Fiai Kft. Winkler Oszkár díj. A Kárpáti Malom kapta a rangos elismerést. A csütörtöki közgyűlésen számos fontos kérdésben hozott döntést a soproni képviselőtestület. A háború és a brüsszeli szankciók miatt a takarékosság és a költségvetés egyensúlyának megőrzése a cél Sopronban is. A jelenlegi helyzetben a városvezetés legfontosabb feladata az, hogy továbbra is biztosítsák a soproni óvodák, bölcsödék és szociális intézmények működését. Ennek érdekében a város egy olyan tervet dolgozott ki, amely kezeli a drasztikus mértékben megnövekedett energiakiadásukat, valamint stabilizálja a város költségvetését. A város a jövőben nagyságrendileg a felére csökkenti a fogyasztást a közvilágítás esetében. Üzemszünetet rendel el a gyermek- és ifjúsági központban, valamint a Soproni Múzeum telephelyein és a Soproni Városi Bánfalvi Fiók könyvtárban. A város célja, hogy a lővér úszoda működtetéséhez kormányzati támogatást igényeljen, ami az iskolás csoportok úszás oktatása miatt is fontos. Az önkormányzati tulajdonú intézményeket egyúttal felkérték arra, hogy saját hatáskörükben is takarékoskodjanak. A közgyűlésen emellett döntés született arról, hogy az önkormányzat térítésmentesen hasznosítani kívánja a jelenleg használaton kívüli állami tulajdonban lévő ingatlanokat. Ilyen többek között az egykori soproni tűzoltó laktanya, amely megüresedett az új rendészeti integrált központ átadását követően. A városvezetés célja, hogy a köznevelési intézményekben megnövekedett gyermeklétszám miatt növeljék a sportolásra alkalmas ingatlanok számát, amit az érintett intézmények vezetői is szorgalmaztak. Lázár János építési és beruházási miniszter a fertőtavi beruházás helyszínére látogatott csütörtökön, melyről a közösségi oldalán tett közzé bejegyzést. Leírta, újra megnézte az ideiglenesen felfüggesztett projektet. Hangsúlyozta, a nemzeti kincsünkhöz méltó és a most folyó vitákat megnyugtatóan rendező fejlesztésre van szükség, ami nem csak szebb, hasznosabb, de jobban is illik a környezetbe, mint az osztrák megoldások. Amit elkezdtünk, befejezzük, zárta posztját a miniszter. Átadták a magyar kormány támogatásával felújított Harkai Pancer Gertrud általános iskolát. A projektben az intézmény épületének fejlesztése és korszerűsítése is megvalósult. A beruházásban az iskola egy tornacsarnokkal és kiszolgáló egységekkel is bővült. Mint egy pompás palota, olyan ez az iskola. Folyosóján vendég jár, sötes után napsugár. Diákok műsorai színesítették a Harkai Általános Iskola hivatalos átadó ünnepségét. A 240 fő befogadására alkalmas intézmény, a Soproni Tankerületi Központ által fenntartott iskolahálózat egyik legkorszerűbb intézménye lesz a jövőben. A Soproni Tankerületi Központ életében valóban egy nagyon fontos beruházás és egy mérföldkőhöz érkeztünk. Egy olyan iskolát tudtunk megújítani, ami azt gondolom, hogy a térségben stratégiai jelentőséggel bír, hiszen egy olyan településen működik az iskola, ami egy dinamikusan fejlődő település. És hát meg kell említenünk, hogy maga az intézmény nem csak a helyi igényeket szolgálja ki, hanem tehermentesíti a Soproni és környéki iskolákat is, tehermentesíteni tudja valamilyen szinten. Az eseményen Barca Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője kiemelte, a magyar kormány számára a gyermek az első, így fontos, hogy a fiatalok modern környezetben sajátítsák el tudásuk alapjait. Harka fejlesztésének egyik legnagyobb fejlesztéséről beszélhetünk, a Pancer Gertrud általános iskolának a teljes körű felújításával és egy új sportcsarnoknak az építésével. Az 1,3 milliárd forintos beruházásból 500 millió forintot a magyar kormány, 800 millió forintot pedig Európai Uniós forrás bevonásával használt fel a település, és egy olyan 240 fős minden kívánalomnak megfelelő modern épület született, amely hosszú távon évtizedekre tudja biztosítani a megnövekedett lakosság számú településnek az igényeit, vagy adott esetben a soproni gyerekeknek az itteni tanítatását is. Azt gondolom, hogy a gyermek a legfontosabb minden család számára, és nekünk mindent meg kell tennünk azért, hogy a lehető legjobb körülmények között tanulhassanak a gyermekek. Én büszke vagyok arra, hogy annak a politikai közösségnek lehetek a tagja, amely ezt is lehetővé tette ezekben a nehezebb időszakokban is, és annak, hogy az iskola itt Harkán teljes mértékben megújulhatott.
Dusanek Péter, Harka polgármestere beszédében hangsúlyozta, a dinamikusan fejlődő településen végbe menő beruházás a helyi és a környébeli családoknak is komoly segítséget jelent. Mindösszesen 14 hónap kellett ahhoz, hogy az első kapavágástól az utolsó simításig minden elkészüljön, és átvehessék az iskolát, a gyerekek birtokba vehessék. A régi iskolaépület teljesen megújult, a 8 osztálytermet kibővítették, modernizálták, korszerű légtechnikával látták el, az egész épületet szigetelték, kívül belül tetőt cseréltek, nyilászárókat cseréltek, és egy vadonatúj épületrész került hozzáépítésre. A magyar kormány az elmúlt években kiemelt figyelmet fordított a kistelepülések fejlesztésére és az intézmények korszerűsítésére. A megye életében minden olyan fejlesztés, ami az ifjúságot szolgálja, az tulajdonképpen a jövőt is szolgálja, és éppen ezért nagyon fontos, hogy egy borzasztó időszak után, amikor iskolabezárásokról lehetett hallani ugye a balliberális kormányok idején, most már arról van szó, hogy iskolákat bővítünk, felújítunk őket, korszerűsítjük őket, és hogy erre van lehetőség is, ezt Magyarország kormányának köszönjük, és nagyon fontos az, hogy bővül a létszám, a települések újjáélednek abból a tetszhalott állapotból, amiben a korábbi kormányok helyezték őket, és tényleg egy általános fellendülés és pezsgés látható itt Győr-Moson-Sopron megyében. Reméljük, hogy ez a gazdasági válság, ami most bekövetkezik, ez nem töri meg a lendületet, és tudjuk folytatni majd ezeket a fejlesztéseket, amik az emberek életminőségét is nagyban javítják. Az iskola egy modern, 450 négyzetméteres tornateremmel és hozzá kapcsolódó kiszolgáló egységekkel bővült, a jelenleg meglévő épületen pedig teljes felújítást végeztek. Az ünnepség végén a diákok és pedagógusok jelenlétében került sor az intézmény hivatalos átadására. Alapításának 40. évfordulóját ünnepli a Csonka és Fiai Kft. Az üvegeszközök gyártásával foglalkozó családi vállalkozás az elmúlt évtizedekben folyamatosan fejlődött, így ma már 5 kontinens 52 országába szállítja termékeit, emellett jelentős munkaadónak számít a városban. A minőség iránti elkötelezettség, a folyamatos fejlesztés, a partnerekkel való egyenrangú együttműködés és a megbízhatóság is fontos célja a Csonka és Fiai Kft. Tagjainak. A cégcsoport elődjét Csonka Tivatar alapított 1982-ben, amely egy családi ház garázsában kezdte meg működését. A jeles évforduló alkalmából dr. Farkas Ciprián polgármester, dr. Simon István alpolgármester és Barca Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője köszöntötte a családi vállalkozás tagjait. A Csonka és Fiai Kft. 40 éves történetés sikere az megmutatja a soproniság lényegét, én úgy hiszem. Soproni vállalkozás, soproni embereket foglalkoztat, Sopronból nőtte ki magát, világ 50 országába szállítja a termékeit, és Sopronba adózik, így pedig hozzájárul a város közszolgáltatásának a fenntartásához. Én úgy hiszem, hogy ebben a 40 évben minden megmutatkozik, amitől Sopron karakteres, de talán leginkább a tudatos soproni polgár és annak tudatos cselekvései. Ez egy sikertörténet, szerencsénkre számos ilyen cég van Sopronban, amely soproni családból nőtte ki magát, és ma már az élet számos területén sikeresnek mutatja magát, és mások is követik őket. A cég tagjai folyamatosan keresik a fejlesztés lehetőségeit a termékek, a géppark, a szakembergárda és a gyártási folyamatok területén. Design Oscar-t, IF Design Award-ot nyertünk, nagyon szuper vevőink vannak, technológiáink is olyanok, amiket már féltenünk kell és óvnunk kell, és nem mutatunk meg másoknak. A pénteki ünnepségen a cég partnerei és a városi kamara is köszöntötte a vállalatot. Winkler Oscar díjat kapott a Kárpáti-Malom. Az épület a Soproni Városszépítő Egyesület pályázatán nyerte el az elismerést, amit a városban megépült vagy felújított, a városképet gazdagító épületek alkotói részére hirdetnek meg minden évben. A Kárpáti-Malom az értékek megóvásában és a városkép gazdagítása szempontjából is követendő példa, így a Soproni Városszépítő Egyesület idén ennek az épületnek ítélte oda a Winkler Oscar díjat. A döntő az volt, ami eredendően is, tehát amikor a 90-es években elindult a mozgalom, hogy egy-egy épületet, amit mintaként állíthatunk a város lakosság elé, ami követhető, ami követendő példa lehet az értékek megóvására, vagy többletérték megteremtésére,
az egy egyéni kezdeményezés legyen. Hát ezért esett aztán a végső soron a döntés a malomra. A kárpáti malom fejlesztése több lépcsőben valósult meg. Az elmúlt évtizedben többek között a tetőszerkezet megújítása, valamint a fűtési és elektromos rendszer kiépítése is megtörtént. Augusztusban Kárpáti Sándor zeneszerző zenei hagyatékának ápolására egy emlékszobát is kialakítottak az épületben. A bizottság az értékelés során az épületben lezajló fejlesztéseket is figyelembe vette. Sopronnak egy ikonikus épületéről van szó. Mindannyian szomorú szívvel néztük az elmúlt évtizedet megelőző időszakban az épületnek a sorsát és a pusztulását. És hát ilyen szempontból, a városképi szempontból nagyon fontos, hogy az épület megújult. A másik nagyon fontos szempont az a tulajdonosi hozzáállás volt. Tehát az, hogy a tulajdonos Kárpáti György tényleg sziszifuszi munkával, sokszor sajátkezűleg, nem nagy pályázati pénzt elnyerve, hanem apránként sok év kitartó munkájával végezte a helyreállítást. És azt gondoljuk, hogy ez mindenképpen példaértékű. Dr. Kárpáti György meghatottan beszélt a díjról és a nagyapjáról, aki 1908 óta egészen haláláig tulajdonosa volt a malomnak. Az igazság az, hogy nagy meglepetés volt, mikor megtudtam, hogy egyáltalán jelölték az épületet erre a megtisztelő kitüntetésre, és hát amikor eldőlt, hogy megkaptam, akkor nagyon meg voltam hatva, és nem gondoltam soha, hogy ezt az épület restaurációt, ezt az épület helyreállítást, ezt azért csinálom, mert majd akkor lehet, hogy egy ilyen emléktáblát fogunk kapni az épület halálára, de nagyon-nagyon jól esett az elismerés, és tényleg ennek a most már több mint 10 éves munkának a gyümölcse úgy tűnik, hogy beérik. A Winkler Oszkár emléktábla leleplezésén dr. Farkas Ciprián Sopron polgármestere és Mágel Ágos önkormányzati képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke is részt vett. Az ünnepség végén dr. Kárpáti György mutatta be az épület együttest a résztvevőknek. 30. alkalommal rendezték meg a Soproni Ultrahang Napok modern képalkotó eljárások című továbbképző tudományos ülést. A résztvevők felidézték a konferencia 37 éves történetét, és kulturális programokon is részt vehettek. Oly régóta szól a nóta, mind az zúgja, az súgja, asszony sorsa, jaj, oly nehéz. Paja Bea Prima díjas és kétszeres Artisius díjas magyar népdalénekes előadó művész előadásával kezdődött a Soproni Ultrahang Napok pénteki napja. A háromnapos konferencián bemutatták az Ultrahang Napok 37 éves történetét, és mindazt a fejlődést, ami az első 1985-ben megrendezett tudományos ülés óta végbe ment a képalkotó diagnosztikában. Abban az időben még a radiológia, tehát a képalkotó diagnosztikát inkább röntgenológiának hívták, mert volt a hagyományos röntgenfelvétel, átvilágítás, és voltak az invazív beavatkozások, az érfestéses módszerek. Azóta egy paradigmaváltás történt, és eljutottunk a mai modern képalkotó eljárásokig, ahol ugye CT-ről, MR-ről, PET-CT-ről beszélünk, tehát nagyon sok minden változott ez alatt az idő alatt. Az ultrahang napoknak határozott célkitűzése volt, azt szeretnénk, hogy ezt követni, ezt a változást, fejlődést, bemutatni a kollégáknak, külföldi előadókat hívni, hogy ők hol tartanak a fejlődésben. A résztvevőket a város részéről dr. Farkas Ciprián polgármester köszöntötte, aki a szakmai találkozó jelentőségét méltatta. Soha nem hátrány, hogyha a tudományos fők összedugják a fejüket egy adott településen, és szakmai tapasztalatokat kicserélik, találkoznak egymással, értékelik a munkájuk új kutatási eredményeit, jövőbe tekintenek és megismerik egymást, hiszen abból aztán nem csak Sopron, de az egész ország tud profitálni az egészségügy bizonyosan. A radiológia több területét felülelő előadások is szerepelnek a programban, az MRT Ifjúsági Bizottsága összeállításában. A szervezők idén is kiemelt jelentőségűnek tartották, hogy cégek részére a kiállítási lehetőséget és helyet biztosítsák, ahol megismerhették a jelenlévők a legújabb technikai, technológiai fejlesztéseket.
Napos, szeles idő lesz, az időjárásról bővebben híradónk után hallhatnak. Ezután Mozaik című műsorunkban dr. Farkas Ciprián polgármester lesz a vendég, majd az Életforma című magazint láthatják. Kedves nézőink, a Sopron Televízió pénteki híradóját látták. Műsorainkat és további híreinket keressék a sopronmedia.hu oldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Szombaton helyenként párás, ködös lehet a reggel. Délután zivatarok lehetnek, emellett azonban napos időszakokra is számíthatunk. A szél élénk, több helyen erős, zivatarok környezetében viharos lehet. Délután 17 és 22 fok között alakulnak a maximumok. Vasárnap már több napsütésben lehet részünk, többfelé erős lesz a nyugati, északnyugati szél. 17 és 22 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Hétfőn sok napsütés ígérkezik, és csak kevés helyen lehet jelentéktelen futózápor. Az élénk erős északnyugati szélben 16 és 21 fok között alakulnak a maximumok.